No, sziasztok, kedves tévénézők, kedves Facebook nézők! Hát az elmúlt napokban egy olyan dolog történt, amit talán sokan sejtettek, de nem reméltünk, hogy be fog következni. Ez pedig egy országváltás, egy átigazolás, talán mondhatni is így. És hát ezzel kapcsolatban köszöntöm nagy szeretettel Harle Tamást, akinek a jelenléte nem véletlen, hogyha netalántán valaki még emlékszik rá, remélem minél többen, megpróbálom megmutatni ezt az Arany Pengék című csodálatos kiadványt a te kiadód gondozásában jelent meg 2018-ban, és az érdekes az egészben, hogy körülbelül egy 4 évvel ezelőtt, mert ilyen november tájékán jött ki a nyomdából, november vége fele volt, talán ilyen karácsony előtt volt a hivatalos bemutató. Szóval, hogy egy olyan dolog történt most itt a magyar sportéletben, ami egyelőre döbbenetes, és ezzel kapcsolatban szeretnék, egy olyan dologgal szeretnék kezdeni. Felolvasok neked egy névsort, és kíváncsiak, hogy kitalálod-e, hogy kik ők, mik ők, honnan kéne őket tudni. Jó, Zoli, csak annyit hagy mondjak, hogy igen, pont egy évvel ezelőtt, és ráadásul a rendőrség segítségével volt a könyvbemutató egy nagy könyváruházban, mert hogy a csúcsforgalom kellős közepén kellett átsegíteni a Liu testvéreket és az egész válogatottat a kis stadion mellől, ahol edzettek, és nagyon rendesek voltak a rendőrök. Rendőri felvezetéssel tudtak időben megérkezni, és éppen most dobta föl nekem, talán nem véletlenül a net, azt a képet, a Facebook, amikor ott vagyunk a könyvbemutatón, és gyakorlatilag nagyon sok ember olyan lelkesen és olyan odaadással és olyan áhítattal nézte ezeket a fiúkat. Úgyhogy csak zárójel, hogy jól emlékeztél, és igen, egy évvel ezelőtt volt, hogy a Dicső Társaság, vagyis 4 évvel ezelőtt volt, hogy a Dicső Társaság gyakorlatilag ennek a könyvnek a bemutatóján felsorakozott. No, akkor a névsor. Jovo Damjanovics, Zárkó Markovics, Goran Stojanovics, Daniel Šarić, de mondhatnék még ilyet, hogy Rafael Capote, Bernard Roni, vagy Valero Rivera, talán az ő neve lehet a legismertebb. Hát, hogyha a Rivera az az olasz válogatott labdarúg, aki az 1970-es években nyomta a válogatottban, akkor ő igen, a többi meg valószínűleg országváltó futballista. Na, hát majdnem, de nem. Ugyanis kézilabdáról van szó, méghozzá 2015-ről, a katari kézilabda világbajnokságról, ahol az említett úri emberek, volt köztük kolumbiai, montenegrói, akkor koszovói, egyiptomi egyébként, és természetesen katari is, de egy ilyen mix válogatott, spanyolokkal VB címeket is nyerő Rivérával a franciák ellen döntőben kaptak csak két, tehát a 2015-ben. Igen, ezüstérmesek lettek a katariak, egy olyan válogatott, ahol 3 katari talán volt. Így van, és mielőtt még tényleg a fő témákra térnénk, engem nagyon érdekel, hogy visszaemlékszel-e erre a 7 évvel ezelőtti világbajnokságra, és hogyha ez a dolog megvan benned, vagy ezek az emlékek, akkor te annak idején hogy viszonyultál ehhez? Hát figyelj, szerintem ezt gyorsan el lehet intézni, mert végül is Katár kézilabda, és most ennél ugye sokkal rendkívüli módon szívügyünk az, ami történt. Akkor is furcsa volt, hogy egy olyan Katár, ahol igen, azért, mert ott van a világbajnokság, honosítottak embereket, furcsa. Nekem mindig furcsa, amikor egy nemzet, tehát ott hagy egy másik nemzetért. Te nagyon fiatal vagy, nem emlékszel, hogy volt egy Szulejmanov nevezetű súlyemelő szupertörpének, vagy nem is tudom, hogy... Bulgár volt, nem? Vagy... Eredetileg is utána Szulejmanoglu néven Törökországban gyakorlatilag palotát és nőt és kincseket, és tehát tényleg Darius kincseit kapta meg azért, hogy a bulgár után, a Bulgária után a Törökországnak hozzon dicsőséget. De hát ugye Bojan Radulovic, hogy ne menjünk nagyon messze, aki, igen, tehát, vagy kajakkenuban is tudjuk, ugye, egy olyan hölgy, aki váltott, idejött, utána visszament, hát azért nem példanélküli, de ez azért most nagyon fájdalmas tördöfés nekünk. Igen, nem, és nagyon is jó, hogy felhoztad azt, hogy voltak olyan helyzetek, amikor, sőt, hát hogyha jelenben élünk, akkor van is olyan helyzet, ami számunkra kedvezően alakuló dolog, nem kell messze menni, gyakorlatilag a legutóbbi labdarúgó Európa-bajnokságon is, hát Willy Orbán nevét, vagy Loik Négót, hogyha csak említjük,
akkor tegyük szívünkre a kezünket, nem biztos, hogy ezeket az eredményeket el tudta volna érni a rossz szívezette válogatott. Tehát itt ugye mi vagyunk a úgymond a kedvezményezettek ebben a dologban. Azt azért viszont nem szabad elfelejteni, hogy és ebből a szempontból nekem a labdarúgás nagyon-nagyon tetszik, legalábbis a FIFA szabályzat, amennyiben jól emlékszem rá. Ott, hogyha egy játékos az A válogatottban, most abban nem vagyok biztos, hogy tétmeccsen vagy egyébként, de pályára lép, akkor onnantól kezdve ő már más nemzet válogatottjában nem léphet pályára, függetlenül attól, hogy van-e másik állampolgárság, vagy állampolgárságot vált. No, igen, valószínűleg most már ilyesmi a helyzet, de azért emlékezünk arra, hogy Puskás is volt spanyol válogatott, sőt, Kubala spanyol válogatott. Így van. Igaz, ott már a válogatottban nem volt olyan eredményes Puskás öcsi, mint a Real Madridban. Igen, de ugye a futball azért más, és igazad van ebben a példában. Én ezt tartanám egyébként jónak és jogosnak az összes sportágban. Asztali teniszben ugye a kínaiak a világ minden tájának válogatottjában ott tüsténkednek. Osztrák színekben nyertek kínaiak Európa-bajnokságot, jutottak be a legjobb nyolc közé világbajnokságon, stb. Stb. Én... Emese. Igen, a Hunyadi Emese, ugye. Fogunk majd beszélgetni. Csak azoknak, akik nem tudják, ugye ő olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, nagypályás gyorskorcsolyázó volt, osztrák színekben. Igen, de ez az egyéniekben mindig nagyon fáj, és főleg akkor fáj, és fájdalmas, ha olyan emberek váltanak országot, akikről egyrészt nem tudod elképzelni azért, mert ők maguk is kijelentették, hogy ez nem pálya nekik, másrészt ilyen szinten a szívükbe zárta őket egy ország, harmadrészt pedig olyan történelmi tettet hajtottak végre, és ebben a tekintetben a Liu testvérek, természetesen tudjuk, hogy volt ott másik két magyar versenyző is, de a Liu testvérek mégiscsak történelmi lenyomatot hagytak, hiszen az első téli olimpiai bajnoki cím hozzájuk fűződik, a második pedig Shao Wanghoz egyéniben. No, és akkor meg is érkeztünk gyakorlatilag ennek a beszélgetésnek az apropójához. Amikor megtudtad a hírt, nem árulok el ezzel különösebb kulisszatitkot, én, amikor szembe jött velem ez a hír, rögtön írtam neked, itt az aranypengék kapcsán is, hogy akkor mit szólsz ehhez. És hát mondtad, hogy semmit nem tudsz róla, egyelőre majd most te is szívod magadba az információt. Eltelt volna egy nap. Most igen, illetve igen, nem tudtam, tehát konkrétan tőle tudtam meg, és annak ellenére ledöbbentem, és lefagytam, és óriási fájdalom, vagy veszteségként éltem meg, hogy azért én ezt hónapok óta sejteni véltem, és nagyon szívesen elmondom a nézőknek, veled már megosztottam, hogy ennek mi az oka. Na, akkor halljuk. Ugye 4 évvel ezelőtt, ahogy te is említetted, itt van ez a könyv, ez a aranypengék, amelyből egyébként 2-3 idézetet szívesen majd felolvasok, ami azért a történtek tükrében nagyon érdekes. De idén is megjelent volna egy könyv. Egy olyan könyv, aminek a szerzővel megállapodtunk, a Korcsolya Szövetséggel megállapodtunk, mégpedig a Shao Wang győzelme után Kovács Erikával írattuk volna meg a következő történetet, ugye, ami egyfelől Shao Wang fantasztikus győzelmét, másfelől azonban Sanyinak a tragédiáját is, ugye, hogy megnyerte, és utána elvették tőle. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy ennek a könyvnek Erikával egy folytatását terveztük. Az első könyv csak a tisztesség kedvéért Radványi Benedek és Kovács Erika közös munkája volt. És hónapokig ment a húzavona, és egyszerűen nem értettük, hogy miért kell húzavona, amikor minden meg volt. Tehát ez volt egy olyan könyv, amire támogatók voltak, ami gyakorlatilag biztos le lehetett venni, hogy elmegy, hogy siker lesz, és nem, és valamiért húzódott. És teljesen rejtélyes volt, ahogy a szövetségtől nem kaptunk egyértelmű választ, ahogy az Erikától nem kaptunk, ahogyan a résztvevőket nem tudtuk elérni, és aztán egyszer csak elhúzódott addig, amíg azt mondtuk, hogy jó, már nem, de mindez éreztette azt, hogy itt valami nagyon nem stimmel. És akkor azért a háttérben mi már hallottuk, hogy a edzőnővel szakítás lehet, hogy el akarja hagyni az országot, amit utána be is jelentett, és utána jött az, hogy a fiúk is kimentek Kínába, és innentől kezdve eléggé érdekesen alakultak a történtek. Én magam
azt nem értettem, hogy a szövetség miért passzív, miért nem utazik ki valaki Pekingbe, miért nem kapunk olyan tájékoztatást, amit azt gondolom, hogy a közvélemény megérdemel, tekintve, hogy a mi pénzünkből pénzeljük ezeket a sportolókat, mint most megtudtuk az utóbbi 3 évben 150 millió forintocskával. Én azt gondolom, hogy megérdemli a közvélemény, megérdemlik az újságírók, megérdemlik a rajongók, hogy a szövetség teljes körűen tájékoztassa őket. Sajnos ez elmaradt. Tehát itt én már feleségemnek hónapok óta mondtam, hogy itt biztosra veszem, hogy el fogják hagyni az országot, és azt is tudom, hogy miért. Hát erre van egy tippünk, meg erről mi fél mondat erejéig már beszéltünk, ugye igazából sem másról nincs szó, mint a pénzről. Bocsáss meg, azért semmi másról azt nem mondanám, hiszen nem arról van szó, hogy te vagy én kapunk egy meghívást, azért ugye ők 1000 szállal kötődnek Kínához, és 1000 szállal kötődnek ahhoz az edzőnőhöz, aki a pótmamájuk is, ahogy ezt sokszor kijelentették. Ezt nem is akarom elvitatni, hanem inkább afele vinném el ezt a dolgot, hogy szakmailag én kívülállóként, és ebből a szempontból te azért valamilyen szinten jobban beleláttál ebbe a dologba, szóval én kívülállóként úgy látom, hogy szakmailag mindent megkaptak. Idehozták nekik a Linát Kínából, egyébként gyakorlatilag minden alájuk volt rakva, tulajdonképpen egy lapra volt feltéve az, hogy már pedig azt nem mondom, hogy hatörék haszakad, de minden feltételt megadtak nekik, hogy tényleg valóban olimpián is kijöjjön belőlük az az eredmény, amit már Európa-bajnokságokon, világkupán, világbajnokságokon azért lehetett látni. És tulajdonképpen ebben az ennek a sztorinak ez a része szerintem így rendben is volt. És azért mondom azt, és ebből a szempontból egyet kell, hogy értsek pont, amikor most jöttem hazafelé, akkor olvastam az egyik portál, Szabadás Gábornak egy fél mondatát erről a dologról, ezt neked át is küldtem, aki annyit mondott, hogy ha csak az állami támogatáson, meg az egyébként ilyen szponzorációs dolgokról lenne szó, még akár ez egy teljesen érthetetlen döntés is lenne, viszont egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy a Liu testvérek számára Kína egy brutálisan nagy piac. És egy olyan számot mondott, egészen pontosan kettőt, amit én bevallom őszintén lehidaltam, hogy Sanyinak, most nem lehet, hogy rossz számokat mondok, 120-130 ezer követője van Instagramon, az Instagram kínai megfelelője meg 1,3 millió, ami egy 10-szeres szám. Tehát, hogy innentől kezdve akkor miről beszélünk? És ugye ez egy csomó minden egyéb dolgot generál, aminek a végén yuan, forint, dollár, euró, tök mindegy, de ez van. Engedd meg, hogy most egy részletet felolvassak ebből a 4 évvel ezelőtti könyvből, egyetlen vagy két bekezdés. Radványi Benedek interjúja, úgy emlékszem, hogy ezt a Benedek készítette, Liu Shaolin Sándorral. És megy a beszélgetés, és a kérdés, hogy hány kilósan képzeled el magad, messziről indítok, válasz, a mostani súlyomat azért tartanám, de egy kicsit az izmokból visszavennék. Kérdés. Pedig azért a közösségi médiában igen népszerűek azok a képek, amelyeken a lábizmód is látszik. Válasz. Hát igen, elég szexi, de mit csináljak? Ez az életem. De tényleg ez az egyetlen dolog motivál, miután abba hagyom, valamilyen tengerparton élhessek életem végéig. Kérdés. Ezt úgy értsem, hogy a korival meg akarsz keresni annyi pénzt, hogy utána semmi dolgod ne legyen? Válasz. Igen, úgy. Azt szeretném, hogy olyan sikeres meg gazdag legyek, hogy utána semmit ne kelljen csinálnom. És ez reális? Kérdezi a riporter. Hát abszolút, miért ne? Egy showman vagyok. Hát nagyon sokan szeretnek. És így tovább, és így tovább. De ezeket a fiúkat, miközben tudjuk, hogy a gyorskorcsolya elképesztő munkás és melós sportág. És tudjuk, hogy milyen edzésmunkát kell elvégezniük, és tudjuk, hogy mennyire oda teszik magukat. Azért ezek a fiúk a másik oldalon, fiatal srácok, akikbe lányok 10 000-rei szerelmesek, Kínában pláne, és olyan szinten elkapta őket a gépszi, hogy igen, ők saját márkát akarnak, lehet, hogy saját márkás ruhát, ékszert, mit tudom én mit, és azt gondolom, hogy Kínában, ahol nem is tudom, 3 milliárdon, most Kínában hányan élnek? Sokan. Sokan.
Tehát most gondoljuk el a 10 milliós Magyarországot, és gondoljuk el a 2 milliárdos, nem tudom hány milliárdos Kínát. Tehát igen, egyfelől igazad van, pénz, de azt gondolom, hogy... Nekem van igazam, bocsánat, nem akarom magamnak vindikálni Szabatos Gábor. Neked azt mondom, hogy igazad van egyfelől, hogy pénz, igazad van egyfelől, hogy pénz. Másfelől azt gondolom, hogy ha az edzőnő nem ment volna Kínába, de nyilván ennek is ugyanaz az oka, akkor nem követték volna. Itt azért az edzőnőnek a szerepe nem negatív értelemben, hanem egyszerűen mágnesként vonza a fiúkat. És most nézd meg, Magyarországon abba hagyta már a két olimpiai bajnok társ, akivel olimpiai bajnok lett a csapat. A honosított amerikai kirúgták. Kivel lett volna esélye a két Liu testvérnek csapatban? Senkivel. Ki lett volna nekik olyan edzőtárs itt? Nem lett volna. Tehát szakmailag is indokolt lehet, még akkor is, hogyha nagyon nem örülök neki, ez a váltás, mert a tovább lépésük szakmailag a megszokott edző és zárójel pótmama, plusz a vetélytársak, akikkel meg kell küzdeni, akik őket is segítik, sajnos ez a realitás. Eladták a lelküket, vagy nem adták el a lelküket? Hogy, mert azt nem vehetjük el tőlük, hogy az egyéni érdekeiket, mint ahogy te is, én is, mindenki a mindennapi ügyes-bajos dolgait intézi, dolgozik, saját magunkat vesszük elsősorban előtérbe, és az életünket meg úgy menedzselni, hogy a számunkra a lehető legjobb legyen. Ez akkor csak a szurkoló az, aki mondatja velünk, hogy azért ez nem volt egy etikus dolog a részükről, vagy, és erre majd egyébként is akarok erre egy pár szót beszélni, vagy kérdezni tőled, vagy baromi rossz a szabály, és ők igazából csak értek valamivel, tehát most nevessen. Nyilván értek valamivel. Én azt gondolom, hogy jól pedzed, hogy én azt gondolom, hogy túl azon, hogy ez egy szív kérdés, ez egy morális kérdés is. Egy nagyon fontos... Bocs, hogy belevág a szabad, de ugye azt nem tudod elfelejteni, hogy ők magyar és kínai állampolgárok is, bár ha... Nem tudom, hogy kínaiak is-e. Én most azt hallottam, hogy nem. Még ebben a könyvben is azt szerepel, hogy kettős állampolgárok vagytok, de most azt olvastam, hogy nem kínai állampolgárok, sőt azt olvastam, hogy a váltáshoz le kell mondaniuk a magyar állampolgárok. Magyarban, hogy Kína nem ismeri a kettős állampolgárokat. Ez azért, na hát akkor nem is kettős állampolgárok, akkor ők csak magyar állampolgárok. Na ez, ugye van egy, megint csak szerintem nem ismered, talán 60-as, 70-es években volt egy sláger, szívet cserél, aki hazát cserél. Szóval az ember valahogy így gondolja, hogy most akkor szívet is cserélnek, akkor most lelket is cserélnek, akkor ők most azt az ígéretüket, hogy magyarok maradunk, és ami szintén nem tudom, hogy ha gondolod, szintén ezeket is felolvasom szívesen, ezt a két részletet, amit akár az edzőnő, akár a Sanyi mondott, hogy igen, Magyarország is. Igen, ezek nagyon jó kérdések, ezzel együtt is én óvaintenék mindenkit a fiú alázásától, és a abszolút elítélésétől. Ez egy nagyon, inkább azt mondom, hogy ez egy nagyon fájdalmas dolog. Nagyon fáj. Tehát nekem konkrétan, nem csak azért, mert kiadtam ezt a könyvet, és szerkesztője voltam, és a siker, hanem itt újjongtam, és örjöngtem. És azt képzeld el, és nyilván nem vagyok egyedül, csak hagyj meséljem el, hogy amikor a fiúk 4 évvel ezelőtt győztek, akkor a következő jelenet játszódott le, illetve egy jelenet sorozat, hogy itt néztem, és az utolsó 20 másodpercet olyan szinten végig üvöltöttem, és utána még 2 percig olyan szinten extázisban üvöltöttem, hogy másnap a szomszéd megállított, hogy hallottam ezt a kiabálást, és hogy gondolkodott, hogy a rendőrséget hívja, mert biztos valakit megtámadtak, és mondtam, hogy Péter, nyugi, én ordítottam, mert nyertek a fiúk. Tehát itt... Tamás, de milyen szomszédaid vannak, akik abban az időben nem gyorskori döntőszét? Igen, ebben igazad van. Ebben abszolút igazad van. Szóval, és kíváncsi vagyok egyébként arra is, hogy te mit gondolod, vagy hogy téged hogy érintett az ő győzelmük, mert valóban ők olyan szinten a mi fiaink voltak, és olyan szinten hálásak voltunk azért, hogy igen, lehettek volna kínaiak, de nem, még a kínaiakat verték a mi színeinkben, miközben tudjuk, hogy ők kínai apuka, magyar anyuka. Tudjuk, hogy kínai edző, hogy kint voltak 8, 9 vagy 10 éves korukban, és ennek köszönhető ez az óriási fejlődés. De ők a mi gyerekeink. És most itt van ez, és abszolút azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, de ez egy morális kérdés, és egy morális alapvetés, hogy ezt most mi
annak vesszük-e, hogy eladták a lelküket, annak vesszük-e, hogy szívet cserél, aki hazát cserél, vagy egész egyszerűen azt mondjuk, hogy ezek a fiúk 20x évesek, és van még 5 évük vagy 6 évük a sportból, az 2 olimpia még belefér, és ha itt Magyarországon ugye életjáradékban ennyit kaptak volna, meg 100 milliós szerződést, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen járadékot fognak kapni, és milyen szerződést Kínában. És itt van egy fiú, aki kimondja, hogy kifejezetten az ő életcélja az, hogy ne kelljen semmit csinálni. Ami nyilván túlzás, de mégsem túlzás. Ez az ő egyik vágya. Ne kelljen semmit csinálni, egy tengerparton üljek, nyilván nem fog tengerparton ülni, márkákat fog menedzselni, színész lesz, mit tudom én, de mégiscsak nagyon mélyen egy olimpiai bajnoki cím után egy könyv, ami az olimpiai bajnokságukról szól, elhangzik egy ilyen mondat. Ha már izom van előtted a könyv, azt a két rövid kis idézetet, azt olvasd már fel, légy szíves, mert igen, a történtek fényében nagyon érdekes. Ezt szintén Sanyitól kérdezi, egyébként Radanyi Benedek, aki az egyik szerzője volt ennek a könyvnek, tette ma közzé a Facebookon, és előkerestem, mikor mondtad, hogy erről beszélgessünk. A kérdés, amúgy a kínaiak sosem csábítottak, hogy az ő színeikben versenyezzetek? Végülis kettős állampolgárok vagytok, írja itt a Benedek, de szerintem ez nem feltétlenül van így. Válasz, nem jött még ilyen ajánlat, de ha érkezett volna, nem fogadom el. Ott nagyon sok versenyző küzd egymás ellen, mi pedig 8-an vagyunk a férfi csapatban, kényelmesen tudunk készülni, és ránk szabva írják az edzéstervet. Kínában van egy sablonedzés, amit mindenkinek meg kell csinálnia, ha pedig valaki erre nem képes, attól elköszönnek. Ott mindig jónak kell lenni, kevesebb figyelem jut egy-egy emberre, emiatt kevesebb is az egyéniség. Úgyhogy ezt mondja végül is itt Sanyi, de lehet, hogy még érdekesebb az, amit Lina mond. Lina, ugye, aki tudjuk, kínai. Aki tudjuk, hogy úgy érkezett az országba, hogy nem beszélte a nyelvünket. Kérdés, ön hogy ünnepelte a sikert? Rettenetesen fáradt voltam, de ezt csak akkor vettem észre, amikor a döntő után visszatértünk az olimpiai faluba. Ott rendezett kisebb ünneplésen sikerült kicsit ellazulnom, itt is egy pohár vörösbort. Miközben kortyolgattam, Orendi Mihály, az akkori ügyvezető igazgató leült mellém, és azt mondta, nem hagyhatod el Magyarországot. Erre az elnök Kósa Lajos odafordult, és hozzátette, nem fogja. Riporter. És valóban nem, hiszen aláírt nálunk egy újabb 4 éves szerződést, pedig gondolom kapott ajánlatokat máshonnan is. Sok lehetőségem volt, Kínából is megkerestek, nagyon jó fizetéseket csektettek, és azzal is érveltek, hogy a 2022-es pekingi olimpia miatt különösen szükség lenne rám a nemzeti csapatnál. De nem fogadtam el az ajánlatot, mert nagyon megszerettem a magyar csapatot, és már nem is tervezek máshol dolgozni. Míg eleinte magányos voltam, most már nagyon otthon érzem magam Magyarországon. Ha időnként el is látogatok Kínába az ottani barátaimhoz, hamar előtör belőlem, hiányzik Budapest. Kicsit úgy éreztem, miközben olvastad ezt a két interjú részletet, hogy most adja az Isten ennek nagy nézettsége lesz ennek a videónak, akkor lehet kinyitjuk ezzel Pandora szelencéjét, és egy iszonyat hullámot gerjesztünk, hát meglátjuk majd, mi lesz ezzel, mert hogy... Kínában, fordítsd le kínaiul, és akkor a kínai kibertérbe a kibocsátott biztos nézet lesz. Ó, lehet, hogy ők már rá vannak állva, hogyha Magyarországon valaki kimondja, hogy Lina vagy Liu, akkor azt már rögtön szkennelik, hogy miről is van szó. Vagy hogy Kuzsner Zoltán. Hát, vagy Harle Tamás. Figyelj, még egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ha így álltak ehhez az egész dologhoz 4 évvel ezelőtt, akkor mi a búbának történhetett mondjuk 21 év végéig, vagy a pekingi olimpiáig, ugye arról lehetett hallani, vagy legalábbis emlékeim szerint voltak problémák Pekingben, a lehet, hogy csak a gyorskorisoknál, nem tudom, szállás, új Magyar Olimpiai Bizottságnak új elnöke volt, ott a Shaoang nyilatkozott is, hogy nem úgy, és nem olyan, és lekezelőek voltak, stb. Én szerintem az már egy kicsit előkészítése volt mindannak, ami történt. Az én feltételezésem szerint, és semmi biztosat nem tudok ebben, szerintem Kínában nagyon megdolgozták a fiúkat, Pekingben volt az olimpia, kínaiak ellen bizonyítottak, ugye
Shaolin is megverte a kínai fiút, aki gyakorlatilag hátulról fölrúgta, és mégis a kínaiaknak adták a győzelmet. Ugye nekikben egy olimpián nem biztos, hogy az ember mást várna, plusz ugye ott azért nem szabad elfelejteni, hogy volt egy magyar versenybíró, akit teljesen fals COVID pozitív teszt eredmény miatt nem engedtek, csak mit tudom, az utolsó két napra, vagy a hölgyet, igen. A versenyek végére engedtek be elvégezni a feladatát, amiért kiküldte a Nemzetközi Szövetség, szóval, hogy na. Igen, tehát én biztos vagyok benne, mondom, nincs 100%-os információm, biztos vagyok benne, hogy ott gyakorlatilag egy olyan jövőképet vázoltak föl a testvérek előtt. Ehhez hozzájött, hogy gyakorlatilag Magyarországon tényleg most rajtuk kívül senki nincs. Ehhez hozzájárult, hogy a Lina elment. Gyakorlatilag a szövetség mi más tehetett hozzájárult ahhoz. Én azt gondolom, hogy az ő nyilatkozataik, ha igazak, akkor elég naívan. Azt mondták, hogy oké, ők fedezik is azt, hogy annak a költségeit, hogy a Liu testvérek Kínában Lina vezetésével a kínai válogatottal együtt készüljenek, hát gyakorlatilag ez, én azt gondolom, hogy egyenes út vezetett ide. Kósora is azt nyilatkoztam, most meg elég sok portál lehozta, hogy a Nemzetközi Szövetség szabályzata szerint csak akkor lehet országot váltani, hogyha az adott versenyzőnek a szövetséggel kapcsolatosan minden ügye rendezve van. Tehát igen. Aztán nincsen semmifajta sem anyagi, sem egyéb más természetű követelése az adott szövetségnek a sportolók felé. Ha jól emlékszem, az elnök úr annyit mondott, hogy a 3 éves ciklus egy korcsolyázó esetében, vagy 4 éves ciklus egy korcsolyázó esetében, ez 150 millió forintra tehető. Ez ugye kettejüknél akkor maradjunk ezeknél a számoknál, hogy akkor ez 300. Ha ezt elvileg visszafizetik, vagy mint ugye a költségvetési forrásokból gazdálkodó szövetség, ugye követelésről lemondhat az arra vonatkozó engedély szerint. Ugye most alapesetben úgy néz ki, hogy erről fog menni itt a nagy döntés, talán már a héten, hogy milyen döntés szülessen arra, hogy akkor most elengedik-e ezeket a pénzeket, vagy azt mondják, hogy jó, oké, persze, mehetek, csak akkor ezt a pénzt, amit belétek fetszöltünk, ezt fizessétek vissza. Nem szabad ezzel elfelejteni, hogy a Liu testvérek, a magyar sport, korcsolya sport, de leginkább ugye a magyar egyetemes sport, az olimpiai mozgalom, magyar olimpiai mozgalom számára olyan dolgot értek el, amiről nem is gondoltuk, hogy egyáltalán valaha bekövetkezik, hát azt, hogy mi meg ezt megérhettük, hát ez meg egy, nem tudom, világ 128 milliómodik csodája. Így van, amit említettem is az előbb, hogy ők azért történelmi léptékben, de éppen ezért nagyon fáj. És éppen ezért megint csak az a morális kérdés fölmerül, hogy szívet cserél, aki hazát cserél, akkor ők most a magyar színekért küzdöttek, nem? Saját színükért küzdöttek, mit számított nekik a magyar? Ezek nagyon fontos, szerintem sokkal fontosabb kérdések, mint hogy most ez napirenden van, aztán elfelejtjük. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések, és ha rajtam múlna, szerintem veled együtt bevezetnénk ugyanezt a szabályt az egyéni sportokban is. Oké, hazát akarsz váltani, színeket akarsz váltani, hagyják ki 5 évet. Mert akkor már azt mondja egy sportoló, 25 vagyok, az 5 legjobb évemet hagyjam ki, nem fogja kihagyni. De az, hogy 1 év múlva ő pályára léphet, és gyakorlatilag 1 év az mi? Az azt jelenti, hogy most még mentek tavasszal, az azt jelenti, hogy ősszel már pályára léphetnek. Hát csak akkor gondolj bele, hogy Gulácsinak a tércelek szakadása miatt gyakorlatilag... 9 hónap. 9 hónap, és pont. Jó, nem ugyanaz, de hát akkor is kell... De nagyon jó. Nagyon jó példa, ennyi. És ugye ők készülnek, igen. Figyelj, hogy érzed az üvöltés, amit az előbb meséltél, amikor 4 évvel ezelőtt, vagy 4,5 évvel ezelőtt nézted a döntőt? Az üvöltés, az most így pusztába kiáltott szóvá vált? Nem, most az élményt már nem tudja elvenni az embertől semmi. Hát figyelj, nekem van 3 lányom, most nagyon hülye lesz a példa, de az, hogy a kezedben ringattad, az, hogy amikor kicsi volt, átélted vele azokat az élményeket, most hogyha az egyik megtagadna engem, nem, hát nem fog bekövetkezni, de attól ez még az enyém ez az élmény. Attól ez még örökre az enyém ez az élmény, hogy a lehetetlent megcsinálták a fiúk, és ugye tegyük hozzá, hogy Búrján Csabával, és
Knok Viktorral együtt, igen, tehát azért ez így fel, és Bánhidi Ákos edzői munkájával is, tehát ezt is tegyük hozzá. Abszolút azt gondolom, hogy nem fogják elvenni. Tehát én ezeket a fiúkat nem tudom nem szeretni. Nem tudom nem szeretni, nagyon fáj, tehát nem véletlenül mondtam ezt a gyerek hasonlatot, ők a mi fiaink, büszke magyarrá tettek bennünket, és együtt éltük át, ezt az eufóriát, ezt nem fogja visszavenni semmi. Nagyon fáj, nagyon én, mint aki egy európai gondolkodónak gondolom magam, európaiként gondolkodom, sok mindenben megengedő vagyok, valóban azt gondolom, hogy oké, meg lehet ezt tenni, mert meg is tették, de ez abszolút erkölcsi kérdés. Abszolút erkölcsi kérdés, és nem tudom, hogyha ők az én fiaim lennének, és megkérdeztek volna engem, akkor én mit mondtam volna nekik? Hát ugye Kosola is többször beszélt velük, és mondták, hogy a döntés megszületett, úgyhogy azt mondta, hogy innentől kezdve, hogy nem próbálták győzködni, tették föl neki az újságírók kérdést, mondta, hogy hát dehogy is, nem, mit képzeltek, de hát amikor mondták, hogy a döntés megszületett, akkor mit tud csinálni? Igen, nézd, Kósa Lajost és a szövetséget én ebben nem hibáztatom, mert nem lehet, tényleg nem lehet vetétársa a magyar gazdaság, a magyar piac annak, amit a kínai. Én a szövetséget abban hibáztatom, hogy nem kommunikáltak. Abban hibáztatom, hogy nem ült fel valaki a repülőre, és ment ki Pekingbe, és személyesen nem érzékeltette velük azt, még akkor is, ha döntés megszületett volna. Már akkor. Nem érzékeltette. Most az előbb mondtad, hogy gyakorlatilag az egész hiszti, ami Pekingben történt, az majd, hogy nem műhiszti, tehát ez már egy... Én ezt csak feltételezem. Egy évvel ezelőtt elkezdődött, vagy lejátszott történet. Én biztos vagyok benne, de akkor is, hogyha én vagyok... Tök mindegy volt. Hát nem mindegy, Zoli, nem mindegy. Zoli, nem mindegy. Nem mindegy. Nekem, mint szurkolónak, és nekem, akinek a pénzéből közhely, de mégiscsak így van, a szövetséget fizeti a magyar állam, és az olimpiai felkészül. Nekem nem mindegy, hogy ők megtesznek-e mindent azért, hogy elmenjenek oda, és tájékozódjanak, és utána tartsanak egy sajtótájékoztatót, és nézzenek a szemembe, a kamerákon keresztül, vagy bárhol, és mondják el azt, hogy ott voltunk, kint voltunk, igen, és fennáll ennek a veszélye, őszinte tájékoztatást szeretnék kérni, mint újságíró, és mint rajongó, és mint szurkoló. Ebben a tekintetben nem mindegy, és ebben a tekintetben hibáztatom a szövetséget. Tudod, mi lett volna ennek a vége? Szerintem, hogy ha ez meg is történik, és te, mint szurkoló, te, mint újságíró, azt fogod mondani, hogy oké, köszönjük szépen, hogy minden erőfeszítést beletettetek ebbe a dologba, viszont a másik oldal, a két Liu fivér meg úgy érezheti, hogy gyakorlatilag őket itt Magyarországon ezzel a mondjuk sajtótájékoztató, vagy egy utazás végén egy ilyen sajtótájékoztatóval gyakorlatilag nem hogy válaszút elé állították, hanem gyakorlatilag csapják be az orruk előtt az ajtót, mert ha most ők végül úgy döntenek, hogy mégis Kínában akarunk majd, vagy bárhol, csak nem Magyarországon akarunk versenyezni, hát akkor mi leszünk az utolsó szaremberek, hogy mi történt. Közben elment a képet, nem tudom, remélem azért hallasz. Itt vagyok. Ja. Szóval, hogy... Nem, szerintem akkor most félreértjük egymást. Szerintem a szövetségnek arról kellett volna tájékoztatni, hogy igen... Ennek de van egy kis nyomásgyakorlás azért, azt nem... Nem hát jó, de hát figyelj, most ennél rosszabb történhetett volna, ennél rosszabb... Ennél rosszabb nem. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen elvárható, hogy tájékoztatva legyünk. Tehát én úgy éreztem magam, mint könyvkiadó, szó szerint, amikor folyt a húzavona tavasszal, hogy most könyv, és nem értettük, hogy miért, mint egy ilyen hülye gyerek, aki nem érti, hogy miközben szeretnék méltó emléket állítani, mint könyvkiadó az örökké valóságnak, ennek a sztorinak, ami egyfelől Sawangnak a dicsőség és a csúcsra jutás, és Sándornak pedig az elképesztő döbbenet, hogy elvették tőle, és valamiért nem lehet. Miért nem lehet? Miért járatják velem a bolondját? Tehát ugyanakkor, meg most, mint szurkoló, és döbbenten állok tényleg a történtek előtt, miközben mondom a feleségemnek, én már ezt hetek óta sejtetni engedtem, a tájékoztatást hiányolom ebben is, meg sok minden másban is. Nekem nagyon érdekes, hogy a közösségi médián, a legfelkapottabb közösségi média felületen az ezzel foglalkozó cikkek komment szekciója,
gyakorlatilag ugyanezen két oldal között ugrabugrál, tehát van, aki már rögtön leszedi róluk a keresztfizetést. Van, én nem olvastam, én ezen csodálkozom is, én Facebookot nézem, a többit nem, ott nem olvastam még ilyen kommenteket, te tájékozottál? Hát figyelj, anyáznak, vagy... Vagy portától független, hogy melyiken jelenik meg. És mi a vízhang? Hát mondom, van ilyen is, hogy micsoda alakok, hogy ennyi a nemzeti öntudat, tattara, de mondom, legyen ez tök mindegy, lehet ez a 24.hu, vagy a Magyar Nemzet, vagy az ATV, vagy a Nemzeti Sport, Origo Index, 444, tök mindegy, tehát tök össze-vissza van minden. Nagyon megosztó lett ebből a szempontból a szurkolói társadalom, én már csak egy dologra vagyok kíváncsi, hogy majd amikor látjuk őket világkupán, bárhol, egy tök más szerelésben jégre lépni őket, na akkor Zoli, nagyon jó felvetés, igen, hogy mit fogok érezni, és mit fogok érezni, az most a szurkoló, és te is benne vagy, és minden, mit fogunk akkor érezni, amikor látjuk, hogy Sanyi örjöngve átfut a célvonalon, kínai mezben, és a kínai csapattársakat ölelgetve. Igen. Magyar ellenfele nem lesz, mert a magyar, és ez is egy, tehát a magyar gyorskocsolya sport lapát. Tehát egy jó ideig lapát, ezen a szinten legalábbis, amit megszoktunk, lapát. Tehát gyakorlatilag ezzel ők kivégezték a magyar gyorskocsolya sportot, legalábbis a csúcson. Tehát a tört beledöfték a szívébe. Gyakorlatilag azok az emberek, ott nem tudom hányan dolgoznak, de szerintem ott most 10-ből 8-at el fognak bocsátani, mert azért nem fogják megkapni azt annak a támogatásnak a század részét sem, hogy 28-ok lesznek egy világkupán. Hát arról nem is beszélve, hogy ugye tervezés alatt van, vagy már el is készült, vagy meg akarják ugye építeni ezt az edzőközpontot. Na ezzel mi lesz? Ezzel mi lesz? Belefektetünk a jövőbe, oké, de ha nincs ez a két kínai srác, kínai-magyar srác, akit Kínában felkészítettek arra a gyerekkorukban, hogy ilyen erősek nagyon sok kérdés, tehát nagyon jó kérdéseket vetsz fel, a morális-e, vagy pedig nem tudom milyen szót használtál, nem azt mondtad, hogy vessük rájuk a követ, tegyük le róluk a keresztvizet. Igen, igen, vagy lesz-e új jégstadion, nem lesz új jégstadion. Nagyon sok kérdést felvet. A kommunikáció, nem kommunikáció, hogyan kell kommunikálni? Nézzük már felnőttnek azokat, akiknek a pénzén élünk, és a rajongóink, és nélkülük nem tudnánk itt lenni. Nagyon sok kérdést felvet ez az országváltás, ami mondom még egyszer, az én számomra, ha egyetlen egy szót kellene mondanom, az nem a felháborodás, nem a felháborodás, hanem egyszerűen a fájdalom. Én csalódással vettem tudomásul, tehát nálam meg ez a szó, nem akarlak tovább feltartani. Szerintem ez nagyon örülök, hogy ezt ki is kell beszélni, és szerintem ez lenne a jó, tehát akár milyen tévé, rádió, stb. Nagyon jó lenne, hogyha ugyanúgy, ahogy ezt most te teszed, kibeszélnénk azokat a traumákat, mert ez egy trauma, amik érnek bennünket. Szerintem ez nagyon fontos, és szerintem ez egy nagyon jó misszió is, hogy te ebben akár engem, akár mást kérdezel, mert ezeket a fájdalmakat, ezeket a traumákat ki kell beszélni, és az a jó, hogyha sokan elmondják, hogy mit gondolnak erről. Tudod, az a leghihetetlenebb ebben az egészben, hogyha nem egy olyan dologról lenne szó, amiről tényleg azt gondoltuk, hogy soha nem fog bekövetkezni, akkor nagyon nem hatna meg minket ennyire. Most nem kell messze menni, körülbelül ugyanekkora, tényleg hasonló, vagy kb. Ekkora eufória volt, amikor 16-ban kijutott a labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságra, illetve tavaly előtt, vagy hát tavaly, hazai rendezésű EB-re, nem tudom hány év után, de a nem tudom hány év, az meg úgy telt el, hogy már megint nem, és akkor most majd egyszer talán. Igen, szóval így elgondolkodtam, hogyha mondjuk Hosszú Katinka bejelentette volna, hogy a Tuszappal kötött házassága miatt amerikai színekben versenyez. Ugye, hát
köpni nyelni nem tudtunk volna. Egyébként szabad ne feledd, de amikor Janis Natasa úgy döntött, hogy magyar lesz, emlékezz vissza, hogy a szerbek kitértek a hitünkből. Így van, így van. Tehát kitértünk volna a hitünkből, de úszó olimpiai bajnoki címünk azért van már néhány. Így van, ez igaz. Kajakenu van már néhány. De téli olimpiai bajnoki címünk, hát az kettő van, és abban mind a kettőben a Liu testvérek ott voltak. Tehát most gyakorlatilag ez olyan, megint hülyeséget fogok mondani, olyan, mint hogy a holdra szállás után az Armstrong az diszidált volna a Szovjetunióba. Hát, nagyon jó példáid vannak, komolyan. Érted. És akkor utána a kozmoszt, a Szájúza felmegy, és akkor Gagarin érdemrenddel kitüntetik. Tehát körülbelül ilyen az egész, és az ember azt mondja, hogy mi van? Hogy tényleg, amit kérdeztél, hogy elmúlik ezzel az eufória? Nem múlik el, csak hogy basszus, hát, és milyen jó, és tényleg azt remet, ugye nekünk a sport az életünk, hát többek között. Ugye hát nem véletlen, hogy közösen nyomtuk a sportrádió elődjét, ugye a Sport Express-t 2 éven át, ahol említetted ugye az Európa-bajnokságot, hát kint voltál a tömegben, és onnan emlékszem, hogy ordítva, kiabálva tudósítottál. Tehát ezek az eufóriák, ezek az örömök éltetnek bennünket, és annyit hozzáadnak egy magunkfajtának az életéhez, amitől sokkal teljesebbnek érezzük az életünket. És hát itt van ez a két fiú, aki ezzel, meg a természetesen a Viktor is, meg a Burján Csaba is, meg ajándékoztak bennünket, és most ott vagyunk egy sokkolóval megbökve, hogy most mi van. És mindaz, amiről beszéltünk, szerintem tényleg nagyon jó körben jártuk, mindaz, amiről beszéltünk, az tovább beszélgetést igényel, átbeszélgetést igényel, a sportfinanszírozástól kezdve a valóban a szabályozáson át, az egésznek a filozófiai, morális kérdésén át, a személyes érzeten át. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Hát a következő nagy téma az talán majd egyszer a szabályozás lenne, hogy miért ahány sportág annyi féle szabály, de akkor erre majd próbálunk keríteni egy következő alkalmat. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy benne voltál ebben a beszélgetésben. Én nagyon-nagyon élveztem. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és további jó egészséget és további jó Sopron könyvkiadást remélhetőleg majd a következő évre. Mert aki nem tudná, a Sopron Basket megverte a DVTK-t az Euroliga csoportmeccsen, úgyhogy 3-0-val a kedvenc. És egészen véletlenül a Sopron Basket Európa Liga meneteléséről kiadtunk egy könyvet ezelőtt néhány hete, úgyhogy egészen véletlenül ebben... Tökéletes ráfűzése volt az egész történetnek. Zoli, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, nagyon örülök, bármilyen furcsa is esetleg annak, aki nézi ezt, én egyfajta ilyen gyászmunkának tartom, amit most beszéltünk, és meg is könnyebbültem, és nagyon örülök, hogy ki tudtam ebben fejteni a véleményemet, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy olyan jókat is kérdeztél, nagyon köszönöm, hogy ezt ebbe lehetőséget adtál. Ez szerintem nagyon fontos, még egyszer, hogy az emberek beszéljék át, azokat a dolgokat, amik bántják őket, vagy amikben véleményük van, inkább, mint hogy anyázzanak, inkább, mint hogy csak úgy elszálljanak akár a szitok szavak. Úgyhogy köszönöm szépen. Reméljük, hogy jót áttalajtattunk baráti beszélgetésekhez ezzel a kis röpke diskurzussal. Tamás, még egyszer köszönöm, és további kellemes estét. Szia, szia. Szép estét. Hello.